Lehet? Nem itt még a megosztást akarom varázsolni. Én akkor, ha úgy tűnik sikerült megoldanunk újra a technikai nehézségeket, tanuljuk ezt az online konferenciázást, de a semmi nem térít el minket attól, hogy a következő előadót meghallgassuk. Péter Csaba, a DJU műszaki tervezés és technológiai vezetője, aki a Dunakeszi járműjavító részéről vezette a rekonstrukciós munkákat. Szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Ahogy már elhangzott, a Dunakeszi járműjavító tervezés és technológia vezetője vagyok, és én voltam felelős műszaki részért ezért a projektnek. Én szépen az első műszaki nehézségek után. Mint elhangzott a korábbiakban az eredeti... Azt nem tudom. Tehát akkor elhangzott, hogy az eredeti aranyvonat, vagy erekeszállító kocsi a Dunakeszi főműveiben készült, ami most Dunakeszi járműjavító néven folytatja tevékenységét, úgyhogy a cégünknek szerintem ez külön egy nagy megtiszteltetés volt, hogy ezt a feladatot megcsinálhassa. Az előadásom, mint olvashatják, az építéséről és műszaki kihívásairól szól. Igazából nem magáról arról szól, hogy a maga a kocsi műszakilag mire képes, és milyen szempontokat vettünk figyelemben, hanem hogy milyen kihívásokkal találja magát szemben akár egy gyár, akár egy tervező, aki egyedi és ennyire régi kocsit épít. Úgyhogy lapozhatok én, vagy nyomom a nyilat. Jó. Ugye elhangzott itt, hogy ez a kocsi Dunakeszi főműhelyben rekordgyorsasággal készült, meg a Balázs elmondta, hogy a későbbi koncepcióban előkerült, hogy hogy készülhetett ez ilyen gyorsan, és akkor jutottunk el ahhoz, hogy ez a kocsi, ez egy futóképes kocsi került átépítésre, és nem nyúltak a többi teréhez. Látszik itt a mi ütemeink, két ütemben készült ez a kocsi. Az is látszik, hogy a két ütem között egy majd másfél éves leállás következett be, amíg megbeszélések és egyéb dolgok folytak. Az első ütem eredménye lesz egy kocsiszekrény alapfényezéssel és egy közép-európai típusú forgóváz felújítás és átépítése, a második ütemben pedig elkészült a készkocsi. Technikai kihívások, pontokba szedtem őket, későbbiekben kifejtem őket. Ugye a... Én látom, hogy mi nem működik. El kell felejteni azt a masinát. Akkor, ja, hogy értem, hogy ki kéne oda is vetíteni. Hoppá, ez meg nincs olyan, jó? Nem nyert. Akkor mi lehet? Ja, de most erről játszik. Igen, azt kell nézni, hogy én mit nézek. A Google-ról, tehát ez lépjen el a Google-ról. A Chrome-ról, a Teams-ről. A Teams-ről, tehát ez offline. Jó, én közben folytatom, mert az úgyis csak szöveg. Mert ez itt jó. Mert jó, szuper. Szuper. A vetítéssel megoldom. Tehát az első nagy technikai és egyéb kihívás a darabszám, hát minden egyedi projektnél egyedi alkatrészeket kell gyártatni, a nagyobb gyártók nem erre vannak felkészülve. A második, hogy ugye el is hangzott, hogy a rekonstrukciót akartunk, és ehhez rengeteg eredeti alkatrészt használtunk mi is föl, amit vagy kaptunk egy régi alkatrészt, amit fővizsgázni vagy felújítani kellett, vagy pedig újra kellett vagy minta, vagy egyéb úton újra kellett gyártani az eredeti alkatrészt. Ide beírtam, hogy a múlt századi műszaki megoldások nem ismerete. Ez azért fontos, mert nekünk is, mérnököknek is folyamatosan meg kellett látogatni a múzeumokat, hogy megnézzük, hogy hogyan működött régen, mert a mai megoldások eltérnek ettől.
Egyedi kocsi, amiről mindenkinek más emléke van, itt sok megbeszélés folyt, mindenkinek a legnagyobb jó indulatával, mindenki hozzáadta, amire emlékezett, amit hallott erről a kocsiról. Végül valakinek ezt tisztába kellett rakni képek, és leginkább a képek alapján. Ugye itt említette Balázs a fekete-fehér képeket, hogy volt újra színezett, de ezt nem mindig lehetett készpénznek venni. Az egyedi alkatrészeket említettem, megfelelés a mai szabványi követelményeknek. Tehát mindenki, aki akár iparban dolgozik, akár nem, tudja, hogy egy 50 évvel ezelőtt elkészült mondjuk gépjármű, mai szabványi kereteknek nem lehetne kiadni a közútra. Tehát itt elég sok, főleg ezeket a régi alkatrészeket kellett megfeleltetni a mai szabványi követelményeknek. Megfelelés a mai vasútbiztonsági követelményeknek. Igen, hát be lett vezetve a legutóbb, nem is olyan, hát elég rég, de a TSI szabvány például, ami mindenkire vonatkozik és törvény szabályozza, és ezeket a hatóság kőkeményen bevasalja, tehát hiába egyedi kocsi, meg kiállítási kocsi, de a vasúti pályán fut, tehát meg kell felelni neki. Sebesség növelése 120 km/h, ugye elhangzott a korábbi előadásokban, hogy ez a kocsi és ezek a beépülő alkatrészek sem voltak soha alkalmasak, vagy legalábbis módosításokkal, de sose futottak 120 km/h. Új vevőigények, a mai kor és kocsi rendeltetésének megfelelően a klímaberendezés elhangzott, de itt változott közben az energiaellátástól a teljes koncepció, úgyhogy teljesen új műszaki dolgok jöttek be, akár a két ütem között is. Ja, és hát ez látszik igen az utolsó mondatban. Próbálok menni egyet, akkor így. Jó. Tehát a szekrényváz alapját egy 1900-as években készült ganzfavázas kocsi adta, ennek a felépítménye teljesen megsemmisült, ezért teljesen új forgóvázat terveztünk, ahol használtunk régi elemeket, de ez egy teljesen új konstrukció a régi képek és tervek alapján. És hát figyelembe kellett itt már venni a tervezésnél, hogy bizonyos elemeket már ismertünk, hogy tehát a modern elemek is belemenjenek a régi konstrukcióba. Itt van a szekrényváz építéséről egy pár kép, az alváz, régi tetőívek felhasználásával, tetőváz pontosabban található az alsó részen, fönt pedig már a kész fényezetlen szekrényváz, éppen darúzva, valamint ennek a homlokoldai nézete bakokon. A forgóváza is egy olyan kérdés volt, azt a forgóvázat, amit alapul használtunk, ez egy siklócsapágyas forgóváz volt, görlici típusú. Itt mi ezt felújítottuk, ezt az alvázat, és kicseréltük görgőcsapágyassal, meg elvégeztük rajta a fővizsgát, és minden olyan felújítást, ami szükséges, de anyagproblémákban, meg a szegecsert konstrukció miatt mi ezt nem javasoltuk 120 km-es futásra. Itt fölül látszik a jobb oldali képen egy új himbagerenda, ami teljesen új lett, ezt mindjárt kitérek a következő szlájdon. Tehát a forgóváz, mikor mi nem javasoltuk, de nem került eldöntésre az első ütemben ezt a fajta forgóvázat, elkészült hozzá ez a pirossal látható új himbagerenda, fizikailag is elkészült, de volt egy donorkocsink, egy régi BY kocsink, ami forgalomba volt még nem olyan régen, és annak a forgóvázát szintén fővizsgálva javasoltuk, és ehhez megterveztük a különböző egységeket, a forgótányért és csúszópofákat, hogy ez alá, a már kész alváz alá helyezhető legyen. Akkor itt ugye a nagy üvegajtó és az ablakok. Kaptunk rész darabokat, ablakkereteket, ami valószínű, hogy ebbe a kocsiba épülhettek be, mint később kiderült nem, mert nagyobbak voltak egy kicsit, és hozzá kaptunk lampart emelőket, tehát ezeket terveztük be az új szekrényvázba. Az üvegajtóknál pedig teljesen új konstrukció készült. Itt is a vasútbiztonságot kellett nagyon előtérben helyezni, mind a görgők méretezésnél az üveg, hatalmas üvegajtó,
és hát 120 km per óra, ugye állópróbája is volt a kocsinak, ha szembe jön vele egy 160 km per órával közlekedő személyvonat, ki kell bírnia ezt a terhelést. Csúszó padló, itt látszik a bal oldalon egy kép, ahol úgy néz ki, hogy be van ázva, de mi erre számítottunk, ugyanis szintén a szabványok változása miatt egy sokkal szigorúbb esőpróbát írnak elő már a vasúti kocsinál, úgyhogy nem lehetett letömíteni úgy egy ilyen padlót, hogy ne ázzon be, ezért alul kialakítottunk egy tálcát, és azt is leborítottuk burkolattal, és kitömítettük. Tehát ha oda bejut a víz, ami normál esőzésnél nem jut be, mert felülről esik, akkor is ki fog onnan száradni mindenféle probléma nélkül. A görgő csapágy helyett nem tudjuk, hogy az volt-e benne, csúszó csapágyokat raktunk bele, danamidot, és egyedileg legyártottuk, és megterheltük zsákokkal, és kipróbáltuk, hogy könnyen mozgatható legyen. Az új alvázban átmenő rendszerű vonókészülék került a BY kocsiból, valamint egy egyedi gyártású, ami régen nosztalgia kocsikban már volt, egy ilyen emeltyű szerkezetű ütköző készülék. Ezt is bele kellett tervezni az új alvázba. Ez lett az első ütem végeredménye, egy fényezett kocsi. Itt látszik már az oldalán lemezből különböző, tehát hogy fog kinézni a későbbiekben majd a dísz, az alakja legalábbis le van gyártva és fel van szerelve, ez volt az első ütem. És akkor jött a második ütem másfél év eltelt után, hogy megszületett a döntés a forgóvázra, hogy melyiket használjuk, a fűtés-hűtés koncepció, hogy klíma került bele, valamint az energiaellátás is, hogy sikerült egy olyan energiaellátót szereznünk a MÁV-tól, ami működött és több áramnemű volt, és képes volt akkor már 1500 voltról ismerni, meg 400 voltról is. Szoknya átalakítása az új kapcsolattartónak nem tetszettek a szoknya hézagjai, valamint, majd mutattam a későbbiekben, itt az első ütemben még úgy volt, hogy generátor lesz, valamint a fékjelzők is látszottak, és nem szerettük volna, hogyha ez látszik. A teljes belső térnek a koncepcióváltozása, hogy említette Balázs, hogy azt hittük, hogy szalonkocsi, aztán kiderült, hogy nem az, és sok belső tér előterve már úgy nézett ki, mintha szalonkocsi volt, és ezt meg kellett változtatni. Média és utastájékoztatás is jött egy új igény, külön média lejátszók, de ugyanakkor megtartotta az UIC csatlakozóját és a hangosítást, hogy ne kelljen gondolkodni, hogy a kocsi szerelvény elejébe vagy közepébe rakjuk a kocsit, és a díszítő elemek is új koncepció útján mentek tovább. Itt van az új forgóváz, pontosabban a fővizsgás forgóváz, ami eldőlt, hogy akkor ezt a fajtát használjuk, ami biztosan alkalmas 120 km per órára, és így a hatóság is elfogadja. Új alváz alatti elemek kerültek, az energiaellátó látszik sárgával, akuszekrény és a klíma kültéri egységei, a pirososak. A klíma egység redundáns, tehát két teljesen független egység gyártatott kültéri, tehát nem kerületott egység. A fékrendszer pedig szintén a BY-ról került beépítésre, az egy hosszabb kocsi, tehát rudakat azért kellett kovácsoltatnunk, rövidítetnünk. A feszítőművék kérdése, szilárdsági szerepe már nem volt, mert ez egy nagyon megerősített alváz, és ugye a szoknya teljes mértékben eltakarta, ez egy régi kocsi a bal sarokban. Itt látszanak, hogy a fékjelzők szabvány szerint látszaniuk kell, itt látszik, hogy ki kellett vágni a szoknyát a generátor miatt, és itt látszanak három tervek, hogy mennyi ütközést okozott, így aztán a feszítőművet eltávolítottuk a másodlagos. Azzal, hogy minden egyes egyetlen kérem, hogy csapjad bízzel rajta igény szerint. Itt is ez látszik, mindenre mintadarab készült. Műszakilag még annyit tennék hozzá, hogy itt a lampart emelő miatt kénytelen voltunk egy plusz szerelőnyílást tenni, a felsőképpen látszik a sima lemez, alatta pedig úgy borkoltuk le, hogy négy csavar látszik, amit később a
a kárpitozás redői eltakarnak, valamint itt a jobb alsó sarokban látszik egy ilyen padló megoldás, még a burkolása, a padló burkolása előtt, hogy fel van hajtva úgy, mint például itt a teremben is, hogy könnyen takarítható legyen. Ez is egy egyedi minta, az első lámpa elkészítése is fölé van rakva, hogy körülbelül így fog kinézni a kárpit. Ugye a világítást az eredeti képek szerint alapján akartuk rekonstruálni, de a fogyasztása és a mai technológiák miatt ledesre cseréltük a világítás műszaki részét. Itt van egy kép a bal oldalon, ez egy fő Nosztalgia Kft-ben található régi kocsi, és ugye itt látszik, hogy például ezeket felújítva ugyanazokat a régi elemeket használtuk, a zászlótartótól kezdve a hídlás, szuflé, minden felújítva került. A jobb oldalon pedig ilyen belső kis apró megoldások, karnis, ez a nyitva-zárva, ezeket is külön egyenként kellett leöntetni, de ugyanezt a fajtát próbáltuk alkalmazni. Voltak alkatrészek, amik bekerültek a teljes igénye nélkül, vagy nem tetszettek, átlettek alakítva, vagy egyáltalán nem használtuk föl, mert gazdaságosság miatt meg nagyon szét voltak korhadva, rohadva, akkor ezek nem kerültek beépítésre. Itt van a szoborkoncepció, ugye az elsőben sok megbeszélés volt, hogy új technológiával, régi technológiával, lemezből készülő öntvényből látjuk a végeredményt, hogy végül öntvények lettek festve. Itt van szintén a mintáról, hogy egyenként készültek mind a festésre, mind az ilyen szoborcsoportokra, egy-egybe ki lett nyomtatva a kocsi mellé a maga a kocsi képe, és egyenként rá lettek rakva ezek a minták. A korona első beemelése, a korona magában nagyon szépen elkészült, de az íves kocsi szekrényre előre volt erről megbeszélés, hogy egy hungarocell minta alapján vegye le a kocsi ívét a szobrász, meg is tette, ez volt az első próba. Hát ez egy nehéz korona, nyilván darúval került felemelésre, de így kellett utólag átfúrogatni, és belülre még raktunk egy ötös anyagból egy nagyon, nagyon széles átfogót, hogy a tetőt se tudja semmiképp sem megkorpasztani ez a nagy súlyú korona. Itt pedig az elkészült korona és angyalok hátulról, ez a régi típusú lámpa, mondom, ledeste cserélve a belseje. A festésnek a szintén ilyen lépései, itt is a minta jóváhagyás volt a lényeg, tehát hogy először kimaszkolva, utána rákerülve az oszlopok, nyilván előterv is megelőzte, és így alakult ki a végleges festés. Anyagok. Szó esett róla, később szó esik a tűzvédelemről, hogy ezért nem volt teljesen szabad kezünk, tehát a tűzvédelemnek meg kellett felelni, és a kereskedelmek kapható anyagokat is meg kellett próbálni használni. Tehát sok boltot végigjártunk, valamint tehát a kárpitoknál nem sok cég van, aki TSI-nek megfelelően 45-45-nek megfelelő kárpitot tud gyártani, tehát akkor Svájcba oda visszamentek a kárpit minták, és egyenként vagy pontosabban a végén együtt döntöttük el, hogy mi lesz. De és például ezek a boltok irányba érkezik a kárpit, akkor láttunk, hogy ez túl sejmes anyag, az úgy nem lesz jó, és akkor itt is többfajta minta készült, erről sajnos nem készült kép, de végül egy panel készült felszerelésre, és utána csináltuk az egész kocsit. Ugyanez a csillagra és a belső kárpitozásra is igaz, hogy itt is mintadarabbal kellett előre menni. Ez Balázs említette ezt a rácsot, több ilyen kocsival nem megegyező, tehát az eredeti kocsin nem szereplő alkatrész került is be, itt is ugye döntést kellett hoznunk. Ez is a modern dolgok, igyekeztünk az összes ilyen modern dolgot eltenni nem a kis kiállítótérbe, és a kiállítótérbe minden olyan modern dolgot, mint például a hangszórót vagy a tűzjelző berendezésnek az érzékelőjét elrejteni, vagy a párkányba, vagy a csillag fölött van az elrejtve a tűzjelző. Itt például ez a hangszóró, ami ez a fehér színű,
ez például oda került, de nem fért be a párkányba, úgyhogy újat kellett rendelnünk. Tehát azt hittük befér, de ott volt valami. Ugye került ebbe konnektor is, itt van a klímavezérlő is, tehát ezeket mind rácsok, ott is vannak visszaszívó rácsok, tehát mind igyekeztünk nem a kiállító térbe tenni. Feliratok, itt a fék működtető berendezéseknél kellett, csak modellt találtam róla végül is, hogy gyakorlatilag ilyen ablakokat raktunk föl, a szoknyelemek felhajtatók, és akkor hátulról szárnyasanyja segítségével ez eltávolíthatók, tehát kiállításnál fent vannak, és nem látszik, amikor meg fut a kocsi, akkor pedig láthatóvá kell tenni ezeket a kezelőelemeket. Ugyanez a feliratokra is, hogy egy nagy táblára raktunk fel minden feliratot, és azokat a rögzítési pontokat használtunk, amit a fellépő létre is használ, ezért nem kellett elcsúnyítanunk a külsejét. Belső feliratok, itt is született egy koncepció, hogy ami kiállító térben van, vagy az előtérben, ami elhangzott, hogy azt tudtuk, hogy így nézett ki, ott zománcozott tábla kellett, és eredeti feliratok, ahol modern tér van, ott pedig mehetett matricával. A kiállító térbe pedig trükkösen oldottuk meg, mert egy ilyen horoggal akasztottuk fel a táblát, hogy amikor nincs üzemben, a kiállítás van, tehát ott áll egy helyben, akkor le lehessen ezt akasztani. Említettem a tűzvédelmet, de sok ilyen szabványi korlátozás volt, de ez is egy olyan terület, amit elég szigorúan vesz a vasútipar. Tehát voltak faelemek. Olyan helyen, ahol műanyag elemek vannak, kárpit van, egyéb olyan dolgok vannak, amit vasútiparban használunk, arra megvan a minősített beszállítónk, de faelemet kezeljük mi valamivel, belső faelemet, ami elvileg valamennyire jó, de ilyen szigorú előírásoknak fényezés még eddig nem teszteltünk ki. Úgyhogy rengeteg beszállított túráztattunk meg, gyújtogattuk a faanyagokat, mire találtunk olyat, amelyik átment ezen a tűzvizsgán, természetesen laborba kiküldtük, és van róla igazolásunk. És még utána is volt probléma, mert itt pont egy elrontott ajtót láttunk, hogy ez egy ilyen takonyszerű anyag, elnézést a kifejezésért, úgyhogy még a felhordása sem volt egyszerű, hogy ezt kenjük, ecseteljük, úgyhogy végül megoldódott. A lépcsőről volt már szó, a kis fakockáról, itt a jobb oldali képen egyébként látható is az a hatszög alakú valami. Ez arra szolgál, hogy több peron magasságra jó legyen ez a feljáróállvány, mert a felső rögzítési pontja az fix. Igen, látszik, hogy nagyjából igyekeztünk teljesen ugyanazt megtervezni és rekonstruálni. Az erekje szállító helyét pedig kialakítottuk, a műegyetemtől megkaptuk a rajzokat, és azt szerint kialakítottuk a felfogási pontokat. Tehát ha elkészül a tervek alapján, akkor könnyen négy csavarra fölhelyezhető lesz a helyére. Voltak egyéb hatósági elvárások a teljesség igénye nélkül, például ilyen volt az üvegre, a nagy üvegre kerüljön föl egy ilyen csillag, ezt egyedi tervezésben felkerült, hogy ne legyen nagyon domináns, de a hatóságnak is megfeleljen. Itt van ez a korlát, és alatta egy fémlemez, ezt azért raktam így ide, a hatóság utólag kért korlátot. Most hogy ne csúnyítsuk el, mi legyen vele, és végül azt a döntést hoztuk, hogy vagy korlát van, vagy ez a kis fémlemez kerül a korlát két furatának a helyére. Tehát ha kiállításon van, és be van csukva az ajtó, akkor nincs korlát. Ha közlekedik, van korlát, összesen négy csavar kicserélésre ezt meg lehet oldani. Itt pedig egy csúszásgátló került az összes ilyen feljáró felületre, ami szintén ma már elvárt, hogy ne legyen baleset. Hatósági állópróbát, itt csak kettőt rakadtam ki, itt a esőpróbát említettem, hogy manapság sokkal szigorúbbak az előírások, mint 100 éve voltak, és egy új kaput raktam be. A dokumentációja a kocsinak teljesen úgy néz ki, mint egy sorozatgyártás dokumentációja, tehát jó vaskos, és az összes hatósági próbát ugyanúgy teljesítenie kell, mint egy sorozatban lévő mai kornak megfelelően készült kocsinak, és ugyanazokat a próbákat meg kell csinálni. Ez a végeredmény gyakorlatilag milyen volt, és milyen az újjáépített kocsi, kicsit közbenső állapot, de ilyen képet találtam meg, belevilágít a lámpa. És a külső részéről ez is egy színezett kép, tehát nem biztos, hogy teljesen így nézett ki, mert a fekete fej lenne az igazi, de azért látszik, hogy eléggé hasonlít az eredeti
elképzeléshez és kocsihoz. Köszönöm szépen a figyelmet. Még annyit szeretnék elmondani utólag, hogy mi mérnökök, meg szerintem a cég is, dacára feszített, mert soknak látszik az átfutási idő, de feszített volt azért a tempó, és sokszor kellett konfliktusokkal és sok megbeszélés árán döntést hozni, de mi nagyon élveztük, mert ez nem egy szokványos projekt, hanem egy teljesen más jellegű feladat. Úgyhogy köszönöm a figyelmet még egyszer. Az idő mindent megszépít, azért valóban volt ebbe az egész évben következő előadókat, hogy Szalay Enikőt és Stefkovics Gergőt, akik a Műszaki Egyetemen végezték a tanulmányokat, már befejezték, de bekapcsoltak ebbe a történetbe, mert ezt a bizonyos az előző előadásban Csaba tett rezgéscsillapító állványnak a rekonstrukciójához fogtak hozzá, és amíg a technikai beállítások megtörténnek, addig én még annyit hagy utaljak vissza, hogy azért a Csaba előadásában volt itt egy-két eklatás példa, hogy miért volt rendkívül nehéz megcsinálni ezt a kocsit. Utaltál a felirattáblára, amin a kocsi pályaszáma van, és egyéb honállomás, meg stb. Megnevezések, ami kötelező tartozéka. Ez egy hatalmas tábla, amit kötelező elhelyezni a... Ott kéne amit kötelező tartozik a kocsinak. Tehát ami kötelező tartozik a kocsinak, de ezt akkor ugye nem, hogy nézett volna ki ez a kocsi ezzel a festéssel, hogyha ezt ráfestjük, úgy, ahogy egyébként, ha valaki kisétál a bármelyik vasútállomásra pályaudvarra, akkor láthatja, hogy ez minden kocsinak kötelező, minden vasúti kocsinak kötelező tartozéka. Erre nem lehetett volna ráfesteni, úgyhogy erre kellett valamilyen megoldást találnunk, de hát ugyanilyen volt valóban az említett ajtó, és így tovább. De közben megjavult, vagy hát úgy látom, hogy működni fog a kapcsolat, úgyhogy át is adom a helyet a következő előadóknak, Szalay Enikőnek és Stefkovics Gergőnek. Köszönöm mindenki, Stefko és Gergő vagyok, és kollégám Szalay Enikő. Ugye BMR-ről jöttünk, most frissen végeztünk, mesterhallgatók voltunk, és hát számunkra is megtisztelő volt ez a feladat, amit elvállaltunk, és hát ugye szabad időnkben csináltuk ezt a rekonstrukciót. Ugye, amint az előző előadáson is látták, volt egy szerkezet a kiúszható pallón. Először is azt mondanánk el, hogy honnan is indult ez az egész, mert nekünk se volt egyszerű a helyzet. Kaptunk ugye mi is fekete-fehér képeket, 2-3 fekete-fehér képet, nagyjából ugyanabból a szögből, és ebből próbáltunk ugye építkezni, illetve ezen kívül volt még egy vasút és közlekedési közlöny is, amiben volt pár információ arról, hogy hogy is működött ez a szerkezet, hogy épült fel, illetve volt két darab teszt is, amit ugye úgy végeztek el, hogy a koronaőrök, vagyis a hordozói lemérték, hogy milyen amplitúdóval rezeg, hogyha kézben viszik ezt az ereketartót, illetve lemérték, mielőtt rárakták volna az erekét, a vonaton is, erre a rezgés csillapítóra, hogy ott milyen értékeket kaptak. Ezen kívül ugye megkaptuk a tervrajzokat a kocsinak a rekonstrukciójáról, a kiúszható pallóról, ugye ez is egy fontos szerep volt nekünk, mert tudtuk mihez viszonyítani, hogy mekkora is legyen ez az egész szerkezet, mert természetesen ugye nem állt semmilyen adat számunkra, hogy onnan is induljunk ki a méretekkel kapcsolatban. Amint láthatják, ugye próbáltunk viszonyítani egy régi képhez, csináltunk egy ilyen kis perspektívikus képet, hogy hozzápróbáltuk viszonyítani egy ember nagysághoz az erekjetartót, annak a hordozóját, illetve alatta azt a rezgéscsillapítót,
és akkor ezekből az adatokból próbáltunk kiindulni, hogy mekkora is lehet az a szerkezet. És most kicsit áttérnénk a felépítésére ennek a rezgéscsillapítónak. Főleg két fő részből áll ez a szerkezet. Van egy felső, illetve egy alsó része. A felső része ugye arra volt jó, hogy ezeket a függőleges rezgéseket, amit a szerkezet kapott, mikor a vonat a síneken járt, ugye régebben nem voltak ennyire egyenletes sínek, meg vasúti pályák, mint manapság, és a függőleges rezgéseket a képen látható felső rész csillapította. Amint láthatják, van négy darab, kétkarú úgynevezett emeltyű, ami egy fejbe torkollik, és hogyha ráraknak bármilyen súlyt arra a felső keretre, akkor ez a négy emelő ugye a külső része lemegy, és a felső része pedig felemelkedik, és ezt az egészet alaphelyzetbe az alatta lévő rugó hozza vissza. Az alsó része, a másik fő rész, az a, hát a tovább emelt alkatrészekből áll, és ezen is látható, hogy van négy láb. Ennek a négy lábnak mind a két vége ilyen csonkakúp alakú volt. Ez azért volt jó, mert így el tudott dőlni az egész szerkezet vízszintes irányba, mint egy billegőszék, és ezzel ugye ki tudtuk mozdítani a szerkezetet vízszintes irányba, viszont vissza is kellett állítani az eredeti pozíciójába, erre pedig egy gumiszalag volt segítségünkre, és a csillapítás nem a gumiszalag végezte, hanem két darab olajcsillapítás, ami az a két kis tömböt láthatják ott a képen. Egy kicsit beszélünk a konstrukcióról részletesebben. Ugye csillapításról beszélünk. Amint az előbb is említettem, ez a függőleges csillapítás. A rugó ebben a szempontból nem volt névadó, hogy csillapítsa ezeket a rezgéseket függőleges irányba, ez csak tényleg arra szolgált, hogy visszaállítsa az eredeti helyére ezt a közös fejet, amiben a emeltjük torkoltak. Viszont a csillapítást a baloldali képen láthatják, ott vannak ezek a kis betétek, ezek a műanyag betétek, ezek arra voltak jók, hogy ahogy a csapon elfordul ez az egész szerkezet, az egész kar, a csap és a betét a súrlódása következtében ugye súrlódással csillapítjuk ezeket a mozgásokat, és így csillapítani tudjuk ezeket a rezgéseket. A vízszintes rezgésekre visszatérve, jobban részletezve láthatják a bal oldalon, hogy hogy is néztek ki ezek a kúpos végű lábak, és amint láthatják, hogy ez alapján tudják felvenni ezt a vízszintes billenést, és jobbra egy nagyon eltúlzott ábrán az is látszik, hogyha mi történik, hogyha oldalra billen el az olajcsillapítás, akkor milyen irányba kezd el mozogni. Volt egy bizonyos játéka a tengelye körül, amit most nem annyira tudok megmutatni, viszont nem csak ugye vízszintes irányba tudott elmozdulni, hanem ugye függőleges irányba is felfele tudott mozogni azzal a kis jobb felső sarokban látható csukló miatt, mert ez alapján ugye ahogy kilőtt, elmozdult ez a szerkezet, a felső kerete vízszintes irányba, ugye ez alapján lentebb is süllyedt ez az egész csillapítás, és így a dugattyú, ugye, ahogy mozog ebben a házban, az olaj által tudta csillapítani ezt a rezgéseket. És most kicsit áttérnénk a szerkezetnek a méretezésére, amit majd Enikő fog elmondani. Miután összeállt nagyjából az, hogy hogyan működik ez a szerkezet, illetve hogy milyen mozgásokat végez, és elkészült egy ilyen előzetes 3D modell, számítógépes modell, el tudtuk végezni a mozgásban résztvevő alkatrészek méretezését,
amik a csillapítást is végezték, például a csap vagy az olajcsillapítás, illetve csavar, a hengeres csavarrugó választásában is ezek a számolások segítettek minket. A függőleges mozgást azt úgy tudjuk leírni, hogy ez egy csillapított és gerjesztett rezgés. Csillapított azáltal, amit Gergő az előbb elmondott, hogy a csapok körül a súrlódás diszipálja az energiát, amint elfordul ez a szilárdan illesztett emeltyű a csapok körül, úgy veszítünk az energiából, és gerjesztett rezgés azáltal, hogy a sínszelvények illesztésénél, amikor áthalad a kocsi, akkor függőleges irányban hatások érik ugye a lengés csillapítót is. Itt előzetesen onnan indultunk ki, hogy ez a mozgás ez egy periódikus mozgás, megnéztük, hogy az adott vizsgát a korabeli mérések alapján mekkorák voltak azok a sínszelvények, amelyeken keresztül haladt a kocsi, illetve ismert volt még a kocsinak a sebessége is. Itt állandónak vettük ezt a 70 km/h, és így tudtuk becsülni nagyjából ezt a periódus időt. És azáltal, hogy megvolt a periódus idő, illetve ismerjük a mozgás egyenletet, ez egy olyan mozgás egyenlet, amit mi egészen sokat használunk. Kulomb-súrlódási modell, ugye a súrlódásból fakadóan, ami meghatározó volt ebben az egyenletben, és azt szerettük volna ebből kifejezni, hogy mekkora az a maximális kitérés a mozgás során, amely létrejöhet ebben a szerkezetben. Ez a maximális kitérés, ez ismert volt. A közlönyben olvastunk erről egy plusz-minusz 13 milliméteres kitérést, és a mozgásegyenletben továbbá számos ismeretlen, számunkra ismeretlen paraméter van még, amelyet úgy oldottunk meg, hogy írtunk egy kis programot magunknak, és a programban az egyes paramétereket, így rugóállandót, a maximális gerjesztőerőt úgy állítgattuk, hogy aztán a maximális kitérése a szerkezetnek ne haladja meg a korabeli méréseket. A mozgásegyenlet megoldása után ugye kaptunk egy értéket a rugóállandóra, ez alapján katalógusból tudtuk választani a hengeres csavarrugót, majd pedig a csillapítást végző csapokat is tudtuk méretezni, itt a polimer perse, illetve a csapok, illetve a bak és a csap közötti szükséges átfedés az, amit ki tudtunk ebből számítani a maximális gerjesztőerő ismerete alapján. A vízszintes mozgást egy csillapított rezgésként tudjuk leírni. Ez a közlöny alapján ez a vízszintes irányú hatás, ez kevésbé volt veszélyes magára a szerkezetre, ez inkább csak impulzusszerű hatásokat jelentett, mondjuk olyan esetekben, amikor egy váltóhoz ért a kocsi, és ilyenkor érhette vágányirányú vagy arra merőleges hatás a szerkezetet. Ekkor ugye a lábak kivillenhetnek, és a vízszintes irányú maximális elmozdulást, ennek a mértékét a lábak kivillenése limitálja. Így a mozgásegyenletben, amit a viszkózus csillapításra írtunk fel, amelyet ugye az olajcsillapítás vesz föl, itt a maximális kitérést azt a lába kibillenésével fejeztük ki, és ebből aztán hasonlóan a függőleges mozgás leírásához ezzel a programmal számítottuk ki. És így megkaptuk azt a viszkozitási tényezőt és a gumiszalag megfelelő minősítését, amire szükségünk lehetett az erő elnyelése
szempontjából. Itt jobbra a képen látható az a kis program, amit készítettünk. Itt tudtuk állítani a paramétereket, illetve szimulálni a szerkezet mozgását, és az alsó ábrán látható, hogy a kitérés az milyen módon alakult a korabeli mérések, illetve a mi méréseink alapján. Most nem mutogatok itt a képen akkor. A maximális függőleges irányú kitérés az esetünkben is plusz-minusz 13 mm-nek adódott, mint a vasúti kocsin mért érték, és a függőleges irányú, vízszintes irányú kitérésre nem voltak mérési adataink, itt plusz-minusz 15 mm tud elmozdulni a szerkezet. Itt látható egy kis animáció arról, hogy hogyan mozoghat a szerkezet. Ez a vízszintes mozgás, amit láthatják. Ez a függőleges mozgás, ez külön ábrázolva, és ugye nincs ilyen, hogy külön függőleges, külön vízszintes mozgás, bármilyen oldal, bármilyen irányba jöhet, ezért a kettő egyesítve kombinációja most látható ezen a mozgáson. Ez nyilván azért egy kisebb húzással van animálva, de hogy látható legyen tényleg ez a mozgás. Itt látható az elkészült 3D modell, balra egy robbantott ábra róla, és ez alapján, a modell alapján aztán elkészült egy első változat, ami itt a képen balra látható. Ez még jelenleg nem teljesen működőképes, de már összeállt nagyjából, azért van mit finomítani rajta, jobbra pedig a kiindulási pontunk, az egyik kiindulási pontunk látható. Szépen a figyelmet! Ha van esetleg valakinek kérdés. Köszönöm szépen, és itt fel is ajánlja, Enikő és Gergő fel is ajánlotta, hogy kérdésekre szívesen válaszolnak, ha valakiben maradt egy kérdés, akkor most tegye fel. András? Gratulálok a kis kérdéseket, az egyes vélemények szerint, a koronavírus szerint is a korona szállítva nem voltak ez a legkritikusabb pontja. Tehát nehezebb volt ezt annak idején modellezni magát, hogy egész szervezetet megépíteni. Úgyhogy, és ez bekerült valami tudani, hogy ilyenkor mint társadalmi a csodán. Hát felhasználtuk egy-két tárgyunkhoz még. Még lehetett vele mit csinálni, kihozni belőle, de nem került semmi. Ugye ez azért volt érdekes számunkra, hogy egyes vasúti értékében nem került más, hogy vasúti kutyát egy kis szakmérben, és rátérve a súlyát, hogy egy ilyen szervezet, amikor tartani kell a koronát, mennyire nehéz meg remodelezni a szárnyak alatt szerelmény, mert aztán minden jövőkutban, amit csak lehet, főleg most is a hátszolgató központnál vasúti Hát igen, most azért nem vagyunk még kész vele teljesen, mert ugye még apró hangolásokra van szükség benne, mert ugye elkészült az összes alkatrész, ami kellett, csak ugye finomítani kell még rajta azért. Nem volt egyszerű elindulni vele, de valamit már megcsináltunk, és akkor most már csak a finomításokat mondok rajta. Köszönöm. Csak azért akarom mondani, hogy elnézést kérek, de a kérdések és a válaszok abból kellemetlenek, hogy videokonferencia van. Nem hallják ezt, és nem hallják azt, és nem tudnak következtetni, hogy miről van most szó. Akkor ennyi kérdés nem is meg elégszünk. Egy hozzászólást akartam, hogy a mostani kocsinak volt a futópróbáján, biztos, hogy nagyságrendnek helyre jött. Erre nem is kell. Erre a kocsira lehet nem is kellene. De hát a ti munkátok az nagyban, tehát ez kicsiben ugyanaz volt, mint a kocsi, hogy nincs
hogy nincs dokumentáció, és mindent ki kell valahogyan találni, és igen, amikor kitaláljuk és legyártjuk, akkor aztán nem pont úgy működik, kiderül, hogy nem jó, még kell rajta finomítani, a kocsi is pontosan így készült, azt hiszem. Úgyhogy én mindenkit arra bíztatok, hogy dokumentálja a munkáját, mert nem tudjuk, hogy 50-100 év múlva nem lesz rá szüksége valakinek, hogy újra megépítsen, és könnyítsük meg ezeket az anyagokat, például a Nemzeti Múzeumban tökéletesen el lehet helyezni. És akkor menjünk tovább. Menjünk tovább, közben beállítják a technikát is, és én meg hívom a két következő előadót, Erein Gyulát és Szabó Mihályt, a Budakeszi Kultúra Alapítványtól, akik a Szent Jobb Erekészállító Kocsi és az Alapítvány címmel fognak előadást tartani. Elkezdjük. Tisztelettel köszöntök mindenkit, jelenlévőket és a hallgatókat is. A Budakeszi Kultúra Alapítványtól jöttünk Budakesziről. Először a tevékenységünkről egy pár szót, utána pedig a aranyvonattal kapcsolatos munkánkról fogunk beszélni. 2005-ben lett megalapítva a Budakeszi Kultúra Alapítvány. Itt ül most velünk Kossuth-Ás Katalin, aki az alapító. Többen vagyunk benne munkatársak, a munkáinkat azt minden esetben önkéntesen végezzük, mindenféle térítés nélkül. Ezt azért fontos elmondani, mert nem mindenhol van így. Az első komolyabb munkánk, amit nem is tudtuk akkor, hogy mibe fogunk részt venni, ez a történelmi Magyarországnak a legkeletibb pontján, az ezer éves határon történt. 2007-ben volt ott egy baráti túránk, ahol végigmentünk azon a vasútvonalon, amelyik Magyarországnak az egyedüli hegyi vasúti pályája volt, és ennek a végállomása a 35 számú vasúti őrház volt. Itt a képen, a valódai képen lehet látni azt, hogy ez körülbelül hogy nézett akkor ki. Megtekintettük, és utána jött egy gondolat, hogy ezt föl kéne újítani, mert ez akkor is már egy kis mértékben zarándott hely volt, mert sokan fölkeresték, de miután a jobb oldali képen lehet látni, hogy milyen lett ez 2008-ban, azután még nagyobb jelentősége lett. Itt van egy kép az átadásról. Hát nagyon sok, nem volt meghirdetve, és közel 80 ezer ember volt ott jelen. Aki ismeri a Gyimes völgyét, az egy 22 km hosszú völgy, gyakorlatilag Kárpátokat kelet-nyugati irányba szeli át. Egy út van csak, végig rendőrség, el lehet képzelni, 64 év után ez a vasút, ez a mozdony húzta zarándokvonat ért el oda. Egy nappal az indulás előtt ennek a vasúti szerelvénynek nem volt még engedélye, de 800 utasa már volt befizetve. Helikopter kísérte végig az útját, és hát a rendezvénynek a csúcspontja az az volt, hogy mi atyán közben ez a mozdony kijött az ezer éves határa, végig kültölve. Ez egy érdekes, mert ez egy Nohab mozdony címere az elején, és ilyen érdekes kürt jele van, egy ilyen szenvedést imitáló hangja van, ami nagyon megható volt, aki ott volt, azt biztosan tudja. Ezt követően ezen a helyszínen minden évben volt 10 éven keresztül, de még most is van, de szervezésünkben 10 éven keresztül valamilyen program. Ezt a területet, mivel a Kárpátoknak a keleti határa, ezt nagyon sokszor támadták itt 1000 éven keresztül, a Tatártól kezdve egészen talán legutolsó idő az a II. Világháború volt. A gyimesi völgyet az oroszok, mikor megtámadták, Sebő Ödön és a csapata védte. Ennek a hősi tettnek a emlékére Sebő Ödön írt egy könyvet, az ő fia Sebő Ferenc, akit bizonyára sokan ismernek, és ezt a könyvet újra kiadtuk mi erre az alkalomra, ami
amióta ez nagyon sok példányba kelt el, és hirdeti ezt a hőstettet. Dokumentumfilm is készült róla, egy 50 perces a felújításról. Úgy, ahogy a Balázs az előbb mondta, hogy mindent dokumentálni kell, ez tényleg így van. És ez a dokumentumfilm szerintem elég jól sikerült, hát a jövő számára is elérhető. Még abban az évben az akkori köztársasági elnök Solyom László egy sajtótájékoztatót tartott ott egy erdélyi túrája, vagy erdélyi útja alkalmával. A mi munkánkat ott a köztársasági, a magyar köztársaság elnökétől plakettal, vagyis éremmel tüntette ki. Hát itt látszik egy kép, ez egy őszi időszakban volt, együtt vagyunk lefényképezve. A következő évben a völgynek, ennek a szorosnak, Vimesi szorosnak a másik oldalán álló kontumáci kápolna látható itt eredeti állapotban. Ez egy kontumáció, latinul azt jelenti, hogy besteg zár. Ez volt gyakorlatilag Európának a határa, a kelet és a nyugat közötti pont. Minden kereskedőnek meg kell állni 40 napra, tehát az, ami most van karantén, már akkor is abszolút működött. 40 napra, ott kb. 14 épület volt a környéken, a templommal együtt, és voltak az állatoknak, megfelelő embereknek megfelelő helyek. Ennek a kis kontumáci kápolnának a felújítása volt a következő, amiben mi nagyon sokat segítettünk, de az viszont nagyon jó érzés volt, hogy ezt már a helyiek kezdeményezték. Mi segítettük ezt a munkát, ráébredtek arra, hogy mi minden van ott. A kontumáci kápolna felújítása után azokon a romokon, amik ott voltak, gyakorlatilag egy olyan park lett kialakítva, ami az ott elesett katonáknak, hősöknek állít emléket. Azért, mert ez az egész véráztatta terület, 1000 év óta nem volt ilyen emléke ott a magyar katonáknak, vagy elesett hősöknek, és ez emléket állít nekik, ezt a katonai emlékhelyet. Itt a kontumác mellett Ende Csaba, a honvédelmi miniszter 2011-ben avatta föl. A következő évben az őrházhoz vezető hídnak a felújítása zajlott, abban is részt vettünk, minden évben volt valami, amit ott lehetett segíteni, és lehetett értelmes dolgot összehozni nagyon sok embernek az örömére. Ezek a pünkösdi rendezvények, ez a csíksomolyi búcsú, másnapján voltak, mindig vasárnap, és hát ez az 1000 éves határ, amely korábban csak úgy volt látogatott, volt azért látogatott, de a magyarok, akik odautaztak, azok azt gondolták erről, hogy ez már igazából nagyon Románia, mert 52-ben elcsatolták ezt a részt Hargitától, és hát Moldvához tartozik, ez Moldvához tartozott, és a helyiek elmondása szerint, általában Középloknál, egy három település van Dimes völgyében, Középloknál általában megálltak a turisták. A mi eseményünk és a mi szervezésünk után viszont a 100 000-es tömeg a rendezvényre, meg aztán egész nyáron, plusz megint 100 000 kb. Ember, azok végig vonatoztak Dimes völgyén, és mindenki az 1000 éves határakat eljutni. Hát ezt sérelmezték is később a középlókiak, meg a felsőlókiak. A következő ilyen tevékenységünk az volt, hogy az elesett katonáknak tömegsírjaira kereszteket állítottunk. Hát ezek fönn a hegyekben lévő sírhelyek, amiknek a megközelítése nem annyira könnyű volt, de föl
kutattuk ezeket a helyeket, vagy a helyiektől, vagy pedig egyéb történelmi adatokból. És hát először 11 nehány kereszt lett megáldva, és a helyére helyezve. Itt ezen a képen a Gyimesbüki polgármester van épp rajta, ez az egyik legmagasabb ponton van a hegyes havasnak a tetején, ez a kereszt. Ezt mi úgy neveztük el, hogy ez a Görbe Vilmosnak a keresztje, de egy tömegsírnak a állítemléket. Ez a kép az elesetteket mutatja, ez bent Gyimes középrokon a temetőbe van elhelyezve. Bilibók tető, ez szintén a gyimesi szoros felett álló magaslat, 1300 méter fölött. Helyiekkel végeztük ezt a tevékenységet. Az egészről egy térkép lett kiadva, Bánkuti Ákos kuratóriumi tagnak a szerkesztésében, ahol tehát minden koordináta szerint ezek a tömegsírok be vannak jelölve, és gyakorlatilag föllelhetők. Ezekért a munkáinkért ketten Ákossal, és én első osztályú magyar hadisír gondozásért emlékében kitüntetést kaptunk a minisztertől. Volt egy sajnálatos esemény is a Gyimes völgyébe, valami műszaki hiba miatt leégett az iskola, a magyar iskola, ami rendkívül, meg óvoda, rendkívül fontos ott a helyieknek a tanulás, hát nyilván különösen a magyar, az mindig egy harc. És ennek a felújításában, újjáépítésében az alapítvány pénzzel tudott segíteni, ilyen lett nagyon gyors idő, gyors felújítás után. Széchenyi Társaság díjat kaptunk az akadémián 2012-ben. Egy érdekes dolog, Szlovéniából a szlovén nagykövetségen keresztül megkeresték a Magyar Honvédelmi Minisztériumot, ők pedig minket. 1813-ban, tehát jó régen, ez napoleoni háborúk idejében, amikor még odáig nyújt a határok, Vipavában, ez egész lent van a tengernél, egy Rostás Pár nevű huszár nagyon hősies tettet hajtott végre, ezért a katonatársai állítottak neki egy szobrot, ami sokáig ott állt. Aztán később ez a szobor, az a terület gazdát cserélt, az olaszok, és ledöntötték ezt a szobrot. Most az az érdekes, hogy a Kárpát-medencében valószínűleg ez az egy olyan szobor, ami felett újítva és újját építve, amit nem magyarok kezdeményeztek, hanem a szlovénok. Jó messze tőlünk, vagy 600 kilométerre. És a szobor maga az azért tudott megmaradni, mert ezen a területen már a Bora nevű szélvihar, aki már átért ilyet, az tudja, miről beszélek, ez a Dinári-hegységből jön le a tengerhez, ilyen 200 km fölötti sebességgel fúj, ezért tetőkre deszkákat, meg súlyokat helyeznek. Hát ez a bal oldalon látható szobor, ez úgy tudott megmaradni, szobor darabok, hogy ilyen valami tetőn maradt meg. Az alapzat az megvolt, és akkor közös munkával felújításra került, és ez lett a végeredmény, ma is látható Vipavába a templom mellett. Hatalmas szélviharba avattuk föl, de úgyhogy autóból nem lehetett kiszállni fizikailag, az ember kb. 45 fokba állt a széllel szembe, utána nem is tudtunk tovább ott lenni, mert elvitte volna az embereket a szél, egy torna csarnokba mentünk be a szlovén katonaságnak a csarnokába. Erről egy kiadvány is készült a Budakeszi Kultúra szerkesztésével. Hát, eljutottunk a Doberdó Isonzóra, elég sajnálatos, hogy mostanság már ez nem annyira ismert dolog, de hát az első világháborúban nagyon sok
ezer katona halt meg ezen a területen. Doberdo, Isonzo, a Doberdo az olasz oldalon, az Isonzo völgye, ez pedig a szlovén oldalon van most jelen pillanatban. Teli is teli magyar emlékekkel, magyar feliratok egyáltalán, sehol mindenki beszél dolgokat, de itt 100 év lemaradásban voltak a magyarok. És hát itt annyit csináltunk, hogy 100 év után, vagyis 100. évre is, egy Isonzo Expresset hasonló, mint amit a Székely gyors volt, ott 60, Erdélyben 64 év után először ment magyar mozdony Erdélybe, tehát utoljára 44-ben volt, amikor felrobbantották ott a hidakat, azóta nem volt, azért volt ennek nagy jelentősége. Hát az Isonzó területére sem ment zarándok vonat egy se. Most azt hiszem már 5 zarándok vonat ment oda, az egyiken a köztársasági elnökkel. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy olyan elmaradás, hogy azok, akik ott meghaltak, azok valamiféle elismerést vagy egy misét kapjanak. Ezeken a zarándok vonatokon természetesen a egyház képviselés jelen voltak. Itt van az egyik temetőről egy kép. Egyébként sok olyan temető van ott, magyar temető, amelyik 3 méteres gazda, bekerítve magyar oszlopokkal, magyar feliratokkal, rengeteg tennivaló van ott még. Hát ami nagyon fontos, hogyha valaki oda megy, nem nagyon tudja, hogy most mit nézzen, ugye megint csak a dokumentáció, és a Budakeszi Kultúra szervezésében, szerkesztésében kiadásra került ez a könyv, ami Budakeszi Kultúránál megvásárolható, és ha valakinek olyan szándéka van, hogy az Isonzó völgyet, Doberdót meglátogatja, akkor ebben a könyvben minden információ benne van, térképekkel, GPS koordinátákkal, tehát a csatatereket, a kápolnákat föl tudja keresni. Hát fantasztikus dolgok vannak egyébként, tehát Jablonka például ez egy olyan templom, amit a magyarok építettek, magyar nevek vannak a lőszeres ládán fölírva, kulcsot el lehet kérni, de hegymászással lehet megközelíteni. Aranykocsi. Hát itt elég sok minden elhangzott ma már erről. Majd az utánunk következő előadó fogja azért elmondani ennek a tényleg, hogy ez hogy indult. Én csak onnan tudom elmondani, hogy mi honnan indultunk. Mi onnan indultunk, hogy szerintem 2010 vagy 9 körül volt Imre, aki ilyen pillanatban is itt ül, majd előadó lesz, valami apróból az őrségbe látogatott, említetted az őrséget, és ott az esküvő alkalmával a mellette ülő az a Varga Otto atya volt. Ez egy, én fontosnak tartom ezt elmondani, sehol nem jelenik meg. A Varga Otto atya ott az őrség olyan valaki, mint a Böjte atya Erdélybe, sajnos meghalt már, és ő neki Imre elmesélte, hogy mit terveznek, mit kellene megcsinálni, és akkor gyakorlatilag így vettük mi fel a kapcsolatot, aztán egymással, és így indult el egy olyan szervező munka, amibe hát rengetegen vettek részt, többek között a Busko András is, szerintem éveken keresztül. Próbálgattuk az utat, hogy lehetne ezt megközelíteni, ezt az egészet. Most a művészeti dolgokon, meg a műszaki dolgokon kívül, hogy egyáltalán mit lehet itt csinálni. És arra a következtetésre jutottunk közösen, hogy ahogy egy céltáblának is a közepét megcélozza valaki, és akkor nyer, hogyha azt eltalálja. Hát itt is valami ilyesmit kellene csinálni, mert voltak próbálkozásaink, nem sok sikerrel, és akkor egy levelet írtunk a miniszterelnöknek, amiben tájékoztattuk, hogy mi tervezünk, és hogy mi
ezzel kapcsolatban kértük a segítségét, és pozitív reagálást kaptunk, ami azért egy nagy lökést adott. Itt van például egy levél, az első időszakban nagyon sok össze-vissza információ volt. Az aranyvonat Passauban van egy nagy barlangban, az aranyvonat most láttuk valahol, az aranyvonatban én bele is mentem, személy szerint valaki ezt mondta, Nagykanizsán van, ő látta a Dunakeszi járműjavítóba, élő ember volt, ott is volt a megbeszéléseinken. De ezt a végén arra kellett jutnunk, hogy ez egyik sem valós. Itt van egy levél, amit a Hámori Ferenc indóház főszerkesztőjének küldött egy úr, aki részt vett személyesen a szétbontásába. Tehát, illetve úgy a szétbontásába, amikor az aranyhoz szétbontották, csináltuk be egy szerszám kocsit gyakorlatilag, és azután ez a kocsi ez megsemmisült, eltűnt. Szerettük volna azt, hogy valami eredeti erekje kerüljön rá, valahogy úgy, mint ahogy egy rózsát is, ha beoltanak egy szemmel, akkor azért az jó. Sajnos ez nem sikerült, pedig azt gondoltuk volna, hogy a vasúti társadalom valamit csak elrakott magának belőle, de nem így történt. Itt van egy érdekes rajz, ez egy kemény kartonra készült valami. Kékesi Lászlónál találtuk ezt föl, meg is kerestem őket. Kékesi László Márton Lajosnak volt a helyettese, ugye a tanonca. A felesége élt még, én a mártírok útján beszéltem is vele. Ezt a dokumentumot, ami végül is nem a való, tehát nem ez valósult meg, ezt utána későbben láttuk. Ez ma is megvan egyébként. A Kékesi Lászlót én tájékoztattam, hogy elkészült a aranyvonat, sajnos közben megvakult, tehát már nem tudja megnézni. De azt mondta, és ezt ide mondom most a Balázsnak a beszélgetésünkkor, hogy természetesen ezt az erekét, amit ez egy eredeti dolog, amit nekem 10 millió forintja akart odaadni, azt ingyen is bérmény oda a Nemzeti Múzeum. Gondolom, hogy azért majd élünk vele. Az eredetihez hasonló vagon elbontása, itt Csaba már érintette ezt a dolgot, mert végülis valahonnan kellett valami alapot szerezni. Ez se volt nagyon egyszerű, de végülis szét lett bontva. Egy pár eleme megmentve, a bronz ablakkeretek, meg a felső váz, ugye azt hiszem tetőívek, ilyen dolgok, tehát ha én jól tudom, 1901-es kocsi. Végül is a futómű, ami alatta van, az nem ez lett, hanem egy másik, egy modernebb, hiszen itt is fontos volt az, hogy közlekedni tudjon, haladni tudjon. A díszítő festésekre is próbáltunk szakembereket, de azért tudtuk már akkor azt, hogy ez a része, a festés meg az ornamentika, ez már egy külön téma lesz. Először csak a mechanikai részt kéne megcsinálni, arra azt gondoltuk, hogy akkor is az állam, itt föl is volt vetítve, fizette. Ennek most is úgy van helye, hogy az állam fizesse, és aztán majd a díszítő festést azt majd adományokból egyébként egyéb formában meg tudjuk talán oldani. Én most itt külön nem szólnék. A küldetéséről annyit mi azt gondoltuk akkor, hogy az lenne nagyon jó, azon kívül, hogy majd a következő előadó elmond, hogy ez legyen meg, tudjon ugyanúgy mozogni. A Szentjobbot Csíksomjóra valamilyen formában el kéne juttatni. Tehát ez még ma utópia, de lehet, hogy ez nem sokára nem az lesz. És akkor viszont igen nagy jelentősége van, hogy ez elkészült, ez a kocsi. Ö,
A együttműködés részéről én úgy gondolom, hogy az egész az úgy zajlott, hogy mindig a puzzle-nek azok az elemei bejöttek, amikre szükség volt. Az elején még nagyon üres volt az a puzzle, de utána egyre inkább jobban. Ugyanígy jött be a Dunakeszi járműjavító képbe, mert eredetileg ők csinálták, ugyanígy jött be a Műszaki Egyetem a képbe. Mi csak ilyen szervezőknek. A Nemzeti Múzeum szerepe rendkívül fontos volt a szakmaiság szempontjából. Tehát minden olyan szereplő az elem volt, akinek ellen kellett lennie. És így gyakorlatilag össze tudott állni a képet. Ez azért ez nagyon bonyolult, ha csak a műszakit nézzük külön, ha a művészeti részt nézzük külön, de összeszervezni az anyagi részéről meg nem is beszél. Az elején tudtuk, hogy a 100 millió forint az kevés lesz, tehát azért volt itt együttem. De úgy döntöttünk, hogy be kell tennünk a lábunkat, és majd lesz valami, mert akkor is csinálunk még egy pályázatot, több éve elmegy vele. Így is sok éve elment ott az elején, vagy 6-7 éve elment ilyen szervezéssel. És kaptunk is a miniszterelnöktől egy miniszterelnöki megbízottat, Ganasztói professzor személyébe először, utána pedig a Klinkhammer professzor személyébe, aki a kvázi kontakt volt a miniszterelnök és itt a szervezők között. Finanszírozás megszervezése, és itt én azt gondolom, hogy most akkor átadnám a szót, mert itt van műszaki probléma, művészeti probléma, a legnagyobb probléma a pénz mindig. És az a dolog az, ami egyáltalán alapot adott arra, hogy ez el tudjon indulni. És itt ér a szó. Én neki cseréljük. Vetítés nem lesz tovább. Én egy olyan oldaláról közelíteném meg az egész történetet, ami talán szokatlan, és szeretném ezt összekötni azzal, hogy az igazán fontos jelképek, amik az életünkben megjelennek, és ez a kocsi mindenféleképpen azok közé tartozik, azok, amik valamilyen módon a transzcendenssel összekötik a mi földi világunkat. És ez úgy működik, és itt ennek számtalan példáját láttuk, hogy nem mi választjuk ki azt a témát, amivel valamit szeretnénk tenni, hanem ez a téma választ bennünket. És itt, ahogy akárcsak itt a terembe körülnézek, de gondolva azokra az emberekre is, akik ebben más módon tevékenyen részt vettek, mind ilyen megszólított emberek voltak. Olyanok, akik valamit nyerészkedni, vagy valami egyéni karriert építeni, vagy híres ember lenni, ilyenek nem jöttek. Mind aki bejelentkezett ide, azok elkötelezettek voltak, nem kértek pénzt, rengeteg fáradtság, nyűg, sokszor kilátástalanság volt. A Gyuszi talán a megmondhatója, hogy sokszor voltunk, hogy hagyjuk ezt az egészet már, mindent, de valahol belül mégiscsak munkált bennünk az, hogy hát nem véletlen, hogy ez a dolog így összeállt, és ez megszólított bennünket, akkor tenni kell. Úgyhogy aztán ilyen módon jutottunk el arra a politikai szintre, akiket szintén az ügy megszólított, és azt mondták, hogy ebből lenni kell valaminek. És aztán mindig akkor jöttek az újabb segítségek, impulzusok, amikor erre szükség volt. És most egy kis történelmi, vissza, jó lehet, nem vagyok történész, szeretném felfűzni a szálakat, hogy a Magyar Királyságnak a történetében volt egy nagyon érdekes, hogy mondjam, egy kicsit ilyen paraliturgikus történet, és ez pedig az, hogyha a magyar nemzetet, a magyar hazát
a Kárpát hazát valami veszély fenyegette, akkor a király mindig határjárásra ment körbe az országba, és kvázi egy ilyen szakrális védelmet biztosított az ország számára. Ez olyannyira működött még a 19. században is, hogy ismeritek talán a Kossuth nótát, hogy Kossuth Nova megérdemli az avot, mert kétszer kerülte meg Magyarországot. Ha harmadszor is megkerülte volna, az ország ilyen gyászba nem volna. Tehát itt valami olyan jövőjét látom ennek a kocsinak, hogy ebbe a országkerülésbe, amiben most az elmúlt években is biztos hallottatok róla, hagyományőrző, lovas, honfoglaláskori hagyományőrzők több alkalommal körbejárták, és ilyen jellegű szakrális védelembe részesítették ezt az országot. Én ebben látom ennek a kocsinak egy nagyon nagy jelentőségét és szerepét, hogy pontosan hogyan, ezt majd a Jóisten megmutatja, hogy mi az, amit hogyan és mint kell tennünk vele. És hát amire még külön felhívnám a figyelmeteket, meg egyáltalán aki hallgat bennünket és lát bennünket, hogy ennek a kocsinak a legmagasabb, legfelsőbb szintjén, ami nyilvánvalóan egy természet fölötti, egy transzcendens összeköttetést biztosít, a Szent Korona van. Ez alatt, ennek a védelme alatt működik, és tölti be azt a általunk talán még nem is ismert, vagy fel sem tételezett szerepét, amit a magyarság életében, a magyar nemzet életében ennek a kocsinak be kell töltenie. Úgyhogy én nagy reménységgel nézek ennek a kocsinak a további útja elé, és külön öröm számomra az, milyen kicsit már itt a, mondjuk a Csabát letekintve, vagy Csabától eltekintve, már itt, meg a Balázs természetesen, már idősebb generációhoz tartozunk. És a Jóisten küldött nekünk, a Gergőnek, meg az Enikőnek a személyébe ide fiatalokat, akik ezt az egészet tovább viszik. Csabáról nem is beszélve, Balázsról is nem is beszélve, akiknek elévülhetetlen érdemeik vannak. Fiatalabb generációnak kell ezt tovább vinni. És azon az úton, amire kiválasztottunk mindannyian. És ehhez kívánom Isten áldását, és erőt, egészséget mindnyájunknak és mindnyájunknak. Köszönöm szépen. Még azért befejezzük, mert van egy pár. Jó. De ez, erről már volt említve, ez az első ütem, gyakorlatilag a kocsinak a szerkezetkész állapota. Körülbelül ez az időpont, amikor felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Múzeummal, vagy a Nemzeti Múzeum vette fel velünk a kapcsolatot, vagy ekkor értünk oda, hogy akkor most jön majd a, hogy lesz kívül, hogy lesz az ornamentika. Mi ezeket próbáltuk már előkészíteni, több-kevesebb sikerre. Itt van a lengéssilapító dolog is, meg kell mondani, egy Mátyási Gyula volt Műszaki Egyetemről, most nincs itt, nem tudom, ti ismeritek-e, de ő úgy jött be a pázléba, hogy ott oda kellett neki lépni, és oda lépett. És utána már ment magát, meg volt a kontaktus, és akkor már Balázs intézte. Itt van a lengéssilapító váz, és itt van Zákonyi Gyula, akiről muszáj beszélni, mert a másik motor mindenféleképpen ő volt, és a lengéssilapító váznak a kivitelezése Ugron Istvánnal együtt. Ezt pedig amikor fölhelyezi a MÁV nosztalgiájának ügyvezetője, Svéd Norbert a kocsira. És ez pedig a Szent Jobbnak az ereketartója,
hát végül is ezt még nem fejeztük be, de hát azért ez az ereketartóba volt bemutatva, azzal volt körbevéve. Az eredetit azt az csak akkor lesz hozzáférhető, ha valaki olyan szinten úgy gondolja majd, lehetséges ez is, de mindenképpen jó lenne 3D-be megcsinálni ezt az egészet, lehetséges, sok pénzbe kerül, ugyanúgy fog kinézni, mint a eredeti, lehet fémből, lehet aranyból, lehet műanyagból, bármiből, pénzkérdés. Most, amikor ott álltunk, hogy ez az aranykocsi a parlament előtt lesz bemutatva, vagy ha nem a parlament előtt, akkor a Tudományos Akadémia előtt központi helyen és egy olyan rendezvényen, ami egy háromnapos augusztus 20-ai rendezvény, teljesen központi szerepet kapott volna. Sajnos ezt eltörölték itt a koronavírussal kapcsolatosan, de ilyen rendezvényeken adott esetben még a másolat is, vagy egy ilyen 3D változat is megfelelő, hiszen azért a lengéscsapító váz az jó, de hát azért azt nem nézi senki, hogy egy lepel alatt van, vagy nem látja senki, ami rajta van, az fontos. Ezek talán az utolsó képek, Vasútérté Park, megint csak a puzzle-nek a része. Hova tennénk mi? A Dávid Ilona annak idején oda akart adni nekünk a vasúti, akkor vigyük haza. De mi hazavinni nem tudjuk, mert 30 méter hosszú, meg 32 tonna, meg nincs engedélyünk tologatni a sinen. Hát hova kerül? Ahol őrizni tudják, ahol megfelelő méltó helyen van, bemutatni tudják, és van szakértelem ahhoz, hogy majd a következő időszakban pályára kerülhessen valamilyen vasúti szerelvénybe, vagy egy nosztalgia járatba, vagy éppenséggel egy ilyen erdélyi túrán. Én úgy tudom, hogy már most augusztusban lett volna neki egy útja Lengyelországba, András, te biztos tudod, de ezért is lett fújva. Úgyhogy ezekkel a képekkel megköszönjük a figyelmet, és átadjuk a szót a következő előadóhoz. Ezt szép képet nem lehet ezt felkérni, nem készült el képet. Ez jó? Szabad kérni? Itt van. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük szépen a visszatekintést és a Misinek az útmutatást is a jövőre nézve. És akkor én most már nem is húznám tovább az időt, hanem gyorsan átadom a szót a mai nap utolsó előadójának, Vóth Imrének, a Magyar Koronaőr Egyesület elnökének, egy öreg koronaőr álma címmel. Köszönöm szépen a lehetőséget, meg a meghívást egyáltalán, hogy itt lehetünk. Akkor én is elmondom, a magyar, most már Magyar Királyi Koronőrök Egyesületének hívják a Magyar Koronőrök Egyesületét, azon okból kifolyólag, hogy 2011. május 30-ával megalakult a Honvéd Koronaőrség, aki 66 év után átvette a Szent Korona professzionális és hagyományos őrzését. És azért, hogy az Egyesületet elkülönítsük a fönnálló katonai szervezettől, ezért a Magyar Királyi Koronőrök Egyesülete címet változtattuk. Az első és legfontosabb mondatom az lenne, hogy nagyon megköszönöm mindenkinek, aki a legkisebb dolgot is hozzátette ehhez a programhoz, ehhez a megvalósításhoz. És elnézést kérek mindenkitől az elmúlt 10 évben, akinek megkeserítettem az életét, és a végső kétségbeesésbe hajszoltam, mert, és itt talán üzenek a jövőnek, hogy akik belefognak egy ilyen dologba,
azok inkább hallgassanak a profikra, mint hogy a saját álmukat, vagy a megvalósítandó álmot az utolsó köröm szakadtáig ragaszkodjanak hozzá. Mert ami a mi lelkünkben benne volt, az egy olyan kettősség volt, amit nem lehetett megvalósítani, hogy helyre is állítani, eredeti is legyen, meg közlekedjen is. És ez annyi sok fejfájást okozott a műszakiaknak, és hála Istennek, hogy olyan műszaki gárda jött össze, akik ezt a sok őrültséget, amit mi ebbe bele akartunk súlykolni, viszonylag játszik könnyedséggel, rövid 10 év alatt, hol kiigazították, hol nem, és a végcél, a megvalósulás magáért beszél. Leírhatatlan volt az az érzés, amikor társaimmal, a Magyar Királyi Koronőrök Egyesületének tagjaival díszes egyenruhánkba kivonultunk a vasúttörténeti parkba, és egyszer csak ott állt előttünk. Az a vágyálom, ami nem 10 év, hanem a 80-as évektől már az idős koronaőrök kezdeményezték, pont Zákonyi Gyula bácsival találkozott Vitéz Józsi bácsi, és keresték a lehetőséget a helyreállításnak. Én ezt a programot csak megörököltem, idézőjelben. Kezdhettem volna úgy is a kis megemlékezésemet, hogy Martin Luther King azt mondta, van egy álmom, és neki az volt az álma, hogy felszállhasson egy buszra, amin fehér emberek vannak. Amikor mi 1991-ben alapították az akkor még élő koronaőrök ezt az egyesületet, és onnantól kezdve létezik és működik. 2001-ben hunyt el Vitéz Józsi bácsi, és akkor vettem át én az egyesület vezetését, de amíg minket kiválogattak, az akkor még élő koronaőrök 10 tagja még élt a 24-ből a koronaőrségnek akkor, nekünk mindig mesélték, illetve pontosabban egymás közt beszélgettek, mert mi csendbe ültünk és hallgattunk. Amikor az idős koronaőrök beszéltek, meg nyikkanni nem mertünk, örültem, hogy lehúzhatom a csizmájukat szolgálat után. Ez egy olyan megtisztelő meghívás volt, ami nem tréfa dolog, és azóta is mindannyiunk életét meghatározza, nem csak mindannyiunkét, hanem a családjaink életét is. És itt a sok feleségtől is elnézést kérek, aki végig szenvedte ezeket a dolgokat, hogy mindig ez jár a fejükben, mert Józsi bácsi mondta, hogy van egy álma, hogy még egyszer díszegyenruhába, amit most nem tudunk kiadni ezt a képet valószínűleg, ott állhasson a hőn szeretett aranyvonatnál. Mert mi is történt? 1938-ra megkapja Magyarország az eukarisztikus kongresszus szervezését. Milyen a világkép akkor? Trianon után vagyunk. Magyarország megalázva, szétverve, kifosztva, lebecsülve, minden szinten alányomva az életnek a pusztulása számba. És ezzel szemben egy kis nép egyhatodára zsugorodva, talpra áll, gazdaságilag fejlődni kezd, sőt, bizonyos szempontból megelőzi a körülötte lévő nyertes hatalmakat, és ugye a olimpiát nem tudtuk megnyerni, mert a németek lenyúlták, ezt már megszoktuk, megtanultuk, hogyha ők valamit akarnak, eléri. De majdnem kárpótlás szerint kapta Magyarország az eukarisztikus kongresszust, ami legalább akkora szervezés és akkora világrendezvény volt, mint Magyarország. Ekkor a püspöki kar gondolt egyet, pontosan az előttem szóló az ország körbejárása és megszentelése, és a nemzeti öntudat újbóli megerősítése szempontjából, hogy a Szentjobbot körbe kéne hordozni. Igen ám, de az útjaitól, vasútvonalaitól és mindentől megfosztott országba nem tudták, hogy lehet ezt megoldani úgy, hogy mindenki láthassa. És akkor a vasútra esett az egyetlen lehetséges megoldás, mert ugye az a sűrű vasúthálózat még létezett, ugyan nem tudott átmenni országhatáron, de létezett. És ezért a püspöki kar javaslatára a Szentjobbot így vitték körbe az országba az eukarisztikus kongresszus alkalmával, illetve utána
következő Szent István év kapcsolódott össze. És ez így egy ünnepkört adott ki, és a maga a szerelvény ugye 6 hónap alatt készült el, állami pénzen, teljes energiával és Dunakeszin. Ehhez mi ragaszkodtunk, hogy Dunakeszi legyen. Kaptunk mi más ajánlatot is, Gyula tudja, végig szenvedte velem ezt az időszakot, választani kellett, és akkor úgy döntöttünk, hogy marad Dunakeszi, mert ott voltak. És ragaszkodtunk hozzá, hogy igenis a Műszaki Egyetem készítse el ezt a rezgésmentesítőt, mert ők készítették el akkor is. És ha megtehetjük, legyen így. És igenis olyan mély pontok voltak, amikor az ember azt mondta, hogy kész, vége, ebből soha nem lesz semmi. Azt is meg kell említenem, hogy valóban mindenki kiválasztott és meg akarta csinálni. Tehát úgy jött ebbe a közösségbe, hogy akarja csinálni. Mégis volt, aki nem akarta, hogy elkészüljön. Nem szívesen beszélek erről, de volt, aki azt mondta, hogy ha nem ő, ez, akkor ebből nem lesz semmi. És megtett mindent, hogy ne legyen semmi, és ennek ellenére lett valami. És igenis, másképp nem működött, mint hogy Magyarország miniszterelnöke mögé állt, és azt mondta, hogy igen, ennek a projektnek az eukarisztikus kongresszusra működni kell. Miért? Mert ez egy világra szóló teljesítmény volt akkor is és ma is. A világ egyetlen ereklye szállító vasúti kocsia. Pont. Tehát, ha mi unikális dolgot akarunk bemutatni, és mi föl tudunk mutatni egy ilyen világszenzációt, akkor nincs az az idő, pénz, fáradtság, ami nem éri meg, hogy ezt helyreállítsuk. És igen, eljött az a nap, amikor odaállhattunk, az alkotógárda, a szerelőgárda, illetve hát a szervezőgárda kicsit megrogyva, bár de törve nem, ott voltunk, és hihetetlen érzés volt megérinteni. Hogy itt van, nem kép, nem lehetőség, hanem valóság. És dobogott a szívünk, amikor felszálltunk először, fölmentünk. Látjuk, amit láttak, átéljük, amit ők éltek át. Mert mi történt? A magyar királyi koronaőrséget 1464 évi kettes számú törvény hozta létre, a világon a legrégebben ugyanazzal a dologgal foglalkozó katonai szervezete, mint amiért alapították. Kisebb megszakításokkal találkoztunk a svájci gárdával, ők is párhuzamosan élték velünk ugyanezt az életet, hol föloszlatták őket, hol kidobták, hol visszavették, de töretlenül a pápa szolgálatában állnak azóta is. Tehát a magyar királyi koronaőrség ugyanígy szolgálja a hazát, ugyanígy szolgálja a Szent Koronát folyamatosan. Ugyanígy a miniszterelnök úrnak köszönhetően most már van Honvéd koronaőrség is, visszavették a Szent Korona őrzését, ami nagyon fontos, hogy így történt. Mindenesetre a Szent Korona őrzése, mint katonai őrzési feladat, egy embert, időt és energiát pusztító feladat. Aki volt közöttünk katona, az tudja, hogy büntetésként szokták az őrszolgálatot kiosztani valakire, akit már nem tudnak hogy fegyelmezni, ezt beosztják őrségbe, mert könnyű hibát vétenni, amire aztán lehet büntetni igazán. De egy zárt helybe, ha elmennének az oroszlános udvarba, a várba, a jobb oldali oroszlán mellett számolnak 2 emeletet és 4 ablakot, akkor megtalálják azt a páncéltermet, amiben 1906 óta a Szent Koronát őrizték. Na most az a páncélterem, ennek hallgatók nem látják, kisméretű hely, 50-60 négyzetméternyi hely volt, acéllapokkal keretezve, ablak nélkül, csak mesterséges világítással, volt egy ekkora pici 40x40-es vasablak rajta, ráccsal ellátva, ahol fél óránként az őr benézett, hogy nem lopták-e még el a koronaőrző ládát, amiben tartják. És azon felül semmi nem történik. 24 órába bezárva egy 50 négyzetméteres helyen, őrségbe áll, és semmi nem történik. Fél óránként benéz a kis ablakon. Én őrkatona voltam, és 24 hónapot voltam katona. Egy ilyen helyen az ember minden repedést megismer a falon,
már tudja, hogy mikor fog jönni a hangya a morzsáért. Hát mindent őrület. És egyszer csak kinyílt a világ. Elindultak ugye a Szent Korona őrzése és a Szent Jobb őrzése. 1771-ben Mária Terézia, mikor visszahozta a Szent Jobbot Magyarországra, akkor a koronaőrök feladatává szabta, hogy a Szent Jobbot is őrizniük kell a koronázási ékszerekkel együtt. Tehát akkor kiszélesedett a feladatuk, ekkor keletkeznek a mindenféle őrzési helyek, Visegrád vára volt kijelölve, de hát aztán a török és a különböző idegen hadseregek miatt államra menekíteni kellett, de mindig a koronaőrök vigyáztak rá és szervezték a felügyeletét. Tehát egyszer csak 38-ban megszervezik az eukarisztikus kongresszus, megszervezik az országjárást, és a teljes koronaőri állomány, pontosabban 50%-a felszállt egy ilyen csodálatos szerelvényre, ami elindul lassan az országba, és mindenütt, mint sztárok érkeznek meg, most elnézést az ilyen kifejezéseket, de ez volt. A gyönyörű koronaőri díszruhába megjelennek Kiskun Palason, ahol az emberek egyszer csak testközelben találkoznak ezzel a díszes alakulattal, testközelben találkoznak a Szent Jobbal, amivel halandó ember nagyon ritkán találkozott, mert el kellett jönni Budára, akkor még Budán volt a Szent Jobb, és lehet, hogy messziről láthatta a Szent Jobb körmeneten, hogy viszi. És egyszer csak testközeli élmény lett, ennek kiemelkedő pontja volt, hogy ott voltak a koronaőrök. Azt hiszem nem titok elárulni, hogy külön menetrendet szerveztek ennek az országjárásnak, és ezen a menetrenden például voltak olyan helységek, ahol csak lelassított a szerelvény, meg se állt, csak áthaladt. Az emberek térden állva várták a töltés mellett, és egyetlen pillantás is egy életre szóló élmény volt. Hiszen bárhova mentünk, bárhol beszélgettünk, az el tudta mondani, hogy igen, a nagymamám őriz egy kis emléklapot, igen, a nagypapám látta valamikor, cserkész volt és díszsorfalatát, és egy nemzetnek egy átható élmény volt. És miután a bécsi döntésnél visszacsatolják a Felvidéket, Erdélyt, Kárpátalját, visszafoglaljuk magunk, akkor elindul a Nagy Magyarország, tehát először Nagyváradra, hogyha jól emlékszem, Munkácsra, Kassára, tehát egyszer csak bekapcsolódott az elszakított világ a központi rendszerbe, és újra élet Magyarország, és ennek központi figurái voltak a koronaőrök. És ez nekik is egy életre szóló élmény volt. És aki katona az volt, az tudja, hogyha a parancsnok egyszer csak azt mondja, hogy van egy álmom, hogy én felszállok erre a vonatra, akkor az a személyi állománynak egy parancs. Mi ezt a parancsot hajtottuk végre, és ebbe a parancs végrehajtásba szegődtek hozzánk, kerestük azokat a barátokat, akik itt ülnek. Egy igen-igen nagy fotót tudnánk. Ugye volt olyan megbeszélésünk, amikor 30-valahányan voltunk már, és mindenki tenni akart ezért az ügyért, és nem pedig visszarángatni minket. Lehet, hogy már akkor túl sokan is voltunk ehhez a dologhoz, de hárman kitartottunk egymás mellett. Mondom, nagyon nehéz volt, mert időnként hisztis voltam, időnként csapkodtam az asztalt, hogy nem így, hanem úgy, de hála Istennek, hogy a józanész és a praktikum legyőzte az amatőr ostobaságunkat. Elnézést, hogy így mondom, de az elért cél a csodálatos munka, aki minden egyes kétkezi dolgozónak, tervezőnek, mérnöknek, aki valaha ebbe bele tudott egy tolvonást tenni, örök életre dicsősége lesz, és majd egyszer egy kis saját magunk által gyártott kis emléklapot szeretnénk a dolgozóknak is eljuttatni majd Dunakeszire, meg azoknak a kollégáknak is, akik ezt annak idején, illetve folyamatosan részt vettek. Én is tudnám mondani, hogy tessék szíves nyugodtan kérdezni, de azt hiszem, hogy már jóval túlhaladtuk az adásidőt is, és hálás köszönetem a Nemzeti Múzeumnak, hogy teret, időt és személyeket adott ahhoz, hogy ez valóban végig tudjon futni ez a folyamat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you.
és azóta se tudtam megköszönni külön. Hagy mondjam el, negatíva tesztem két napja. Akkor jó. Végig teszteltek az egész család. Köszönöm szépen, és én szeretném megdicsérni a szervezőket, hogy úgy állították össze a programot, hogy Imré legyen az utolsó előadás, mert azt hiszem, hogy ez végszónak is tökéletesen beillett. Én már ennél szebben zárni nem tudnám ezt a konferenciát, úgyhogy én csak megköszönöm mindenkinek, hogy eljöttek. Megköszönöm a technikai segítséget, és mindenkinek a figyelmet és az előadást. Köszönöm, viszontlátásra!